A szabadkai Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnázium a következő tanévtől visszatér a régi oktatási profiljához, sporttagozatot is indítanak a 2019-2020-as tanévtől. Erről és az iskola egyéb aktualitásairól beszélgettünk a tehetséggondozó gimnázium igazgatójával, Novák Attilával. Jó napot kívánok, üdvözlöm itt nálunk! Jó napot kívánok, én is üdvözlöm, és üdvözlöm a kedves hallgatókat! Sporttagozat már volt annak idején a Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnáziumban, megszűnt, és most újra van. Hát mi történt akkor, miért szűnt meg a sporttagozat, és hogy most újra nyitják? Igen, ez egy érdekes visszaváltás, pláne hogyha elmondom az okot, hogy miért váltottunk annak idején. Tehát egy 4-5 évvel ezelőtt szűnt meg a sporttagozat, mint sporttagozat, és átment sima általános gimnáziumi tagozatba. Akkor úgy gondoltuk, hogy a sporttagozat címke félreértéseket generál az emberekbe, hogy úgy gondolták egyesek, hogy ott fognak nálunk sportolni, és nem értették meg, hogy miért hívják úgy, hogy általános tagozat. Na most ezek után most nehéz megmagyarázni, hogy visszatérünk a sporttagozatra, de úgy gondoljuk, mivel kiderült, hogy Szerbiában sincs igazándiból, csak Belgrádban találtunk egy gimnáziumi sporttagozatot, tehát egyrészt, hogy ez egy hiány, tehát nincs másik, másrészt gondoljuk, hogyha ezt kellően kommunikáljuk, és felhívjuk minden szinten, és minden médiában, és minden tájékoztatónkon a figyelmet arra, hogy ez nem arról szól, hogy itt nálunk fognak sportolni, hanem ez arról szól, hogy akik sportolnak, mi megpróbáljuk, tehát biztosítani próbáljuk a kereteket, hogy tovább tudják folytatni azt a sporttevékenységüket. Csak mi ezt megjegyzem, most azért kicsit más koncepcióval, kibővítve nagyon a lehető legtágabb értelembe szeretnénk értelmezni ezt a sportot. Tehát mindenféle mozgáskultúra, mivel ugyanabból a tehetségből indul ki, az az alapja, tehát azt is ide szeretnénk. És természetesen ide értelmezzük, mint sport. Tehát a néptánc, a tánc, bármilyen mozgáskultúrával kapcsolatos tevékenységet is. No hát ez érdekes dolog, tehát ugye sportolókat várnak bármilyen profilú sportolókat, illetve mozgással foglalkozó személyeket, táncosokat, néptáncosokat várnak akkor az iskolában? Igen. Igen, tehát a beiratkozáshoz a feltétel az érvényes szabályok szerint, hogy egy sportklubnak tagja legyen, vagyis akkor vagy egy művelődési egyesületnek, vagy táncklubnak, vagy valaminek hasonlónak egy tagságot fel kell mutatni az iratkozás pillanatában. És teljesíteni kell, gondolom, a felvételit. Na most ez érdekes, hogy az előcsőnk most itt továbbra is nincs külön felvételi az általános, nem volt az általános szakra, se nem a sport szakra sem volt, meg nem is lesz. Tehát a rendes, amit az általános iskolában tesznek kísérettségét, azok a pontok alapján lehet majd bejutni erre a sport szakra is. Plusz még mondom, mellékelni kell a tagságot, ami igazolja, hogy az illető valóban valamelyik mozgáskultúrával vagy sporttal foglalkozik. Hogy ítélik meg? Lesz-e érdeklődés, megfelelő érdeklődés a sporttagozat iránt? Hát mivel nincs még egy ilyen, tényleg már ezt sikeresen működtettük egyszer, tehát nem egy Európa-bajnok sportoló volt tanulónk annak idején, különböző sportágakban. Hiszem azt, hogy bemutattuk annak idején, hogy képesek vagyunk alkalmazkodni egy sportoló edzésrendjéhez, illetve edzőtáboraihoz, versenyeihez. Sikerült velük bepótoltatni mondjuk az anyagot, vagy úgy adagolni, hogy tehát sikeresen azért érettségiztek is, illetve bejutottak továbbtanulási lehetőségeiket is, tudták folytatni a tanulmányaikat, ami fontos. Tehát szeretnénk azt, hogy valaki a tanulmányai miatt ne kelljen, hogy megszakítsa a bármilyen más sporttevékenységét, de azért kellő alapokat kapjon egy továbbtanuláshoz is. A szabadkai Kosztolányi Dezső tehetséggondozó gimnáziumban vannak ugye már hagyományos szakok is, hát melyek ezek, hogyha valaki nem tudná, hova várják a jelentkezőket? Most a hagyomány, ez most itt egy fontos kulcsszó volt, hogyha visszaszabad egy pillanatra utalnom az általános szakra, a sportszakra, hogy pont a néptáncosoknak, hogy őket is bevonjuk minél nagyobb körbe, tehát egy sor olyan aktivitást tervezünk, ami pont őnekik lenne majd vonzó, tehát szeretnénk hangsúlyozni a hagyományápolást, előadókat ebbe a témába, különböző
tánc, néptáncban, akik elértek valamit az életbe, olyan előadókat hozni, hogy tehát új távlatokat nyithassanak a lehetőségekre, felhívják a figyelmet, és ezzel kiegészülve egy ilyen tartalommal azt hiszem, hogy egy nagyon, nagyon is aktuális hiánypótlást végzünk a vajdasági magyar oktatásban. Ez majd, hogy nem, hogy mondjam, testre szabott oktatás, mert hogy alkalmazkodnak ugye ahhoz, hogy ha valaki néptánccal, népdallal ilyesmivel igen, foglalkozik, szeretném. Akkor ez azért fókuszba kerül az iskolában. Igen, szeretnénk akkor errefelé elmozdulni, mert ezt végképp nem, nincs róla tudomásunk, hogy ezt más csinálná. És akkor most beszéltek a hagyományos szakjainkról, tehát hagyományosan ez mellett vannak a nyelvi szakjaink, tehát akkor a következő tanévben is a két nyelvi szakot indítanánk meg, tehát az angol főnyelves szakot és a német főnyelves szakot. Ezekre már viszont kell a felvételi vizsga, tehát ezek abban különböznek. Egy sor más különbség is van, persze tantervileg, meg csoportlétszámát tekintve, de a lényeg, és itt ezt hiszem ennél a pontnál, hogy arról beszélünk, hogy ezekhez egy külön felvételi vizsga kell, idegen nyelvből és anyanyelvből. Kampánykörút is lesz, mert hogy ez már majd, hogy nem szokás az iskolák körében, hogy hát népszerűsítik magukat, iskolákat látogatnak, elmennek-e vidékre, hogy képzeljem ezt el? Ezt úgy kell elképzelni, hogy amióta a Kosztolányi Gimnázium létezik, és akkoriban ezt még más iskola nem csinálta, viszont mivel új iskola volt, mi ezt elejtől kezdve csináljuk, hogy bejárjuk gyakorlatilag egész vajdaságot, tehát majd, hogy nem minden olyan nyolcadikos osztályhoz megpróbálunk eljutni, ahol olyan iskolából van nyolcadikos magyar végzős, illetve most, ha van olyan hely, ahol jelzik egyértelműen, hogy nincs rá mondjuk igény, nincs érdeklődés, akkor ezt kihagyjuk. De igyekszünk tényleg eljutni mindenhová, ez majd most hamarosan indul ez a kampánykörutunk. Meg kellett várni azért különböző stációkat az adminisztrációba, hogy ez átmenjen, elfogadásra kerüljön, ahogy sportszakot szeretnénk indítani, eddig nem volt értelme a kampánykörutat elindítani, de ez most hamarosan indul, igyekszünk akkor mindenhova eljutni, hogy bemutassuk a szakjainkat, az iskolánkat. A tanárok járják az iskolákat, vagy esetleg a diákok is? Változó, tehát a múltba visszatekintve volt ilyen is, olyan is, tehát ahol sikerült, vagy mondjuk ahol olyan hely, vagy kisfaluba, vagy olyan helyiségbe mentünk, ahonnan van diákunk, akkor igyekeztünk az onnan származó diákot magunkkal vinni, vagy legalább a környékről származó diákot, vagy abban az iskolából volt diákját. Amihoz nem volt lehetséges, akkor egy diákunkat, aki a kellő kommunikációs készségekkel rendelkezett, hogy beszéljen az iskoláról diák szemből. Lesz esetleg nyílt nap? Várják esetleg valamikor majd, nem tudom én, április, hogy mikor aktuális ez tavasszal a diákokat, akik csak úgy megnéznék, hogy is folyik a munka önöknél? Természetesen, tehát miután befejezzük a kampánykörutat, hamar pár napra rá, már a nyílt napot fogjuk megtartani. Ez most az előre láthatóan, most csúsztattuk a dátumot, egy pillanat, ugye elkiszámolom, ha jól tudom, március 26 vagy 7-e egy keddi nap, tehát akkorra tervezzük a nyílt napot. Na most hát a felvételére is, ugye tartanak felkészítőket. Hogyan zajlik ez, miben készítik fel a gyerekeket, a diákokat? Mivel a felvételink egy központi felvételi, amire nincs igazán ráhatásunk. Ugyanazt írják idegen nyelvből is, mint az ország bármelyik nyelvi gimnáziumában, most ez jó hangzott, már alig van belőle, de, tehát abban a másik 3-4 gimnáziumban. És ez rendszerint egy, hazudnék, ha azt mondanám, hogy egy könnyű felvételi, de azért így óvatosan fogalmazok, mert nem akarok senkit elseriasztani tőle, mert azért, aki az idegen nyelv iránt érdeklődik mondjuk általános iskolába, kellően tanulta, akkor egyáltalán nem egy lehetetlen követelmény, hiszen 120 pontot lehet elérni a felvételin, az a 120 pontot meg a 100 fölötti pontszámot tényleg nagyon nehéz elérni, de a minimum követelmény az 50%, azt azért eléggé, mondom, aki valamennyire is érdeklődik a nyelv iránt, azért azt tudja teljesíteni. Mi ebbe segítjük, hiszen nem elég, hogy ő tudja az idegen nyelvet, ezek általában olyan feladatok ezen a felvételi vizsgán, amivel normál körülmények között egy átlagos tanuló nem találkozik az általános iskolában. Ezek annak, mint a nyelvvizsgán most már bevett feladatok, tehát ez ilyen szempontból lehet, hogy igazságtalan a feladat összeállítás, hiszen olyan valamiből vizsgáztat, amit reálisan a gyerek
nem tanult általános iskolába, nem az a nyelvtani részét nem tanult, de ezt a fajta ilyenfajta feladatokat, tehát mi ebben igyekszünk majd segíteni, hogy ezeket a típus feladatokkal megismertessük, hogy még egyszer átnézzük a nyelvtant, esetleg ahol kérdés van, akkor helyre tegyük, amennyire lehet. Most már harmadik éve lesz az idén, hogy váltottunk, hogy nem egy felvételi felkészítőt tartunk, hanem két ízben tartjuk a felvételi felkészítőt, és mindkét alkalommal több naposat. Tehát március végén lesz a nyílt napunk, tehát ezért fontos, hogy az érdeklődők, akik komolyan érdeklődnek az iskolánk iránt, eljöjjenek, lehetőleg a szülőkkel együtt, legkésőbb akkor bejelentkezhetnek a felvételi felkészítőre, ami április legelején lesz, egy hétvégén péntektől majd vasárnapig, és aztán majd a tavaszi szünetben lesz a második felvonás, ami egyelőre őszintén lehet, hogy nem háromnapos lesz, nagyon gondolkozunk, hogy hogyan tudnánk, ha meg tudunk egyezni a kollégiummal, hogy szállást tudjon biztosítani, hogy akkor egy negyedik napot is, hogy beiktatnánk, hogy minél hatékonyabb legyen ez a felkészítés. Ezt önerőből valósítja meg az iskola, vagy esetleg kap valamilyen támogatást? Nagyon nagy mértékben segíti iskolánk működését, alapvető működését a Bethlen Gábor alap, illetve ő náluk pályázunk most az utóbbi néhány évben újra meg újra a felvételi felkészítő nem a lebonyolításáért, hiszen azt meg tudjuk ebből az alapműködési támogatásból is valósítani nagy részt, és egy kis lelkesedéssel és önkéntes munkával, viszont igyekszünk az anyagi terhet levenni a szülőkről amennyire lehet, tehát az utóbbi években támogatjuk a kollégiumi elszállásolást igénylő diákoknak a első évben az étkezési költséget tavaly, meg az idén majd a szállás költséget. Sajnos a pályázat nem a teljes a kért összeget nyerte el, de még mindig, tehát valamivel bele tudunk segíteni, ami azért szerintem minden segítség jól jön.